Egy hónap kihagyás után játszott ismét hazai környezetben a nyíregyházi együttes, amely kissé álmosan kezdte a mérkőzést a tabella utolsó helyén álló Nagykőrös ellen. 10 perc játék után mindössze 1 ponttal vezettek a cápák, a nagyszünetre pedig 7 pontos hazai előnnyel vonultak le a csapatok. A harmadik negyedben szigorított védekezésén a házigazda, ebben a játékrészben, csak úgy, mint a negyedikben, mindössze 8 pontig jutottak a vendégek. A különbség folyamatosan nőtt a két csapat között, mindkét edző lehetőséget adott valamennyi játékosának, és végül 38 pontos győzelemmel zárt a meccse Siska János együttese. Azt kértük a fiúktól, hogy agresszívan kezdjük el a mérkőzést, sajnos az első fél évben nem történt meg, viszont a második fél évben megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek védekezésben, illetve támadásban is. A vendégek edzője szerint az eredmény reálisan tükrözi a két csapat játék ereje közötti különbséget. Szerintem nem annyira védekezett az első két negyedbe a Nyíregyháza, utána más sebességbe kapcsoltak, és nem tudtunk mit kezdeni, letámadtak minket, erőbe felén kerekedtek, ezzel a különbséggel is megérdemelten nyertek. Mint a nyíregyháziak centere Cinger Zoltán elmondta, a sereghajtó elleni találkozóra is ugyanúgy készültek, mint a többi mérkőzésre. Úgy vagyunk ezzel, hogy minden meccset nagyon komolyan kell venni. Arról nem is beszélve, hogy most egy elég magas játékossal újítottak be, aki már a korábbi szezonokban játszott a Nagykőrös csapatában. Úgyhogy mindenképpen maximális felkészülést, vagy maximálisan készültünk erre a meccsre is. És annak ellenére, hogy az utóbbi időben sajnos a meccseinket elég lassan kezdjük el, és még az első fél időben ugye elég közel volt az ellenfél, szerencsére azért hamar sikerült ezen a holdponton túllendülnünk jó védekezéssel, és viszonylag nagy különbséggel megnyerni a meccset. A forduló további eredményei a következők: PVSK Budapesti Honvéd 86-98, TF Budapest Vasas Akadémia 82-57, Salgótarján BKG Prímese 77-79, MAFC Budafok 94-81, MTK Elite Basket Veszprém 64-89 és MEASZ Miskolc Baja 70-80. A tabella élén a MAFC áll 18 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Nyíregyházát. A két cápák vasárnap a 9. BKG Prímese otthonában lépnek pályára.